Azokat az anyukákat köszöntötték Bonyhádon, akik anyatejjel tudták etetni kisbabájukat. A városban minden év szeptemberében ünneplik meg az anyatejes táplálás világnapját a helyi könyvtárban. Az anyatej a legjobb összetételű étel a csecsemők számára. Nem csak testi, hanem lelki táplálék is. Ezt hangsúlyoztuk itt az anyukáknak. Nagyon fontos és sikerez a család és a gyermek számára is, ugyanúgy, ahogy az anya számára is, hogyha szoptatni tudja a csecsemőjét. Egy éves korig mindenképp érdemes anyatejjel etetni a kicsiket, ugyanis annak összetétele mindig alkalmazkodik a baba igényeihez. Bár a bébinek a legjobb választás, előfordul, hogy az édesanyáknak nem megy olyan egyszerűen a szoptatás, mondja a védőnő. Nagyon nehéz, főleg a kezdeti időszak. Ugye a szoptatás az elején nem az az idilli kép, amit a fényképeken vagy a műalkotásokon látunk, hanem egy nagyon nehéz folyamat. Az első 6 hétben ugye a tejbelövelés is kellemetlen az anya számára, sőt fájdalmas. Ugyanígy a szoptatásnál a mellbimbó felázhat, tehát ez mindenképpen egy nagyon nehéz időszak. A szoptatásnak számtalan előnye van, csökkenti az újszülöttkori sárgaság esélyét, a benne található ellenanyagoknak köszönhetően erősödik a csecsemő immunrendszere, illetve védelmet nyújt az allergiás megbetegedések kialakulása ellen.